A hónap végéig zajlik Kolozsváron az a nyilvános konzultáció, amely a Hóstárt negyed átszervezését célozza. A kolozsváriak elektronikus vagy kézzel írt levélben közvetíthetik véleményüket. Véleményformálásra hívja a kolozsvári lakosokat az önkormányzat. A 2 évvel ezelőtt bejelentett projekt nyilvános konzultációja zajlik október 31-éig, amely a Hóstárt Maros negyed átszervezését tárgyalja. Lőrinci Zoltán, a Hóstárt negyedért felelős megyei tanácsos elmondta, még sok idő eltelhet a megvalósítás szakaszáig. Több fázisos projektről beszélünk, ugye uniós pályázatokból is szeretnék ezt felújítani, ahol azt szeretnék, hogy nagyobb zöldövezet legyen, bicikliutak, átépítik a buszmegállókat, külön buszsávokat hoznak létre, és a tervek szerint természetesen ez még a metroépítése szerintem ezt egyeztetni kell, föld alatti parkolót is szeretnének a könyvtársétányon létrehozni. A felújításra váró utcák közé tartozik a Honvéd, Téglagyár, Könyvtár, Lilium és Magyar utca. A kolozsvári lakosok e-mailben vagy kézzel írott levél formájában továbbíthatják a polgármesteri hivatal keretében működő lakossági innovációs és ötletközpont felé véleményüket.